kölyköket, meg a kutyákat tudod felnevelni. De a háztartási gépeket tudod megszerelni. Mind a ketten megtanultunk autót vezetni. Csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. De a szomszéd... Részlet a Vízhang című darabból, amiben egy kényes és sokszor eltitkolt problémát, az alkoholfüggőséget járják körül színházi eszközökkel. Egy kétgyermekes házaspár életén keresztül mutatják be, milyen rombolást végez ez a betegség a családban, hogyan emészti fel a kapcsolatokat, az embereket. Annyira ismerősek a szituációk, akár lehazudjuk magunknak a csillagoseket, akár nem, hogy ismerjük. A nehézség az talán az, hogy így ne tegyük idézőjelbe, meg ne tegyünk úgy, mintha ezt nem ismernénk, hanem de. Önmagában a függőség, nyilván ez most konkrétan az alkoholizmust így mutatja föl, meg járja a körbe, de hogy alapvetően bármilyen jellegű függőség a munkamániától kezdve a játéképen keresztül a bármi, tehát hogy az addikció rányomja a bélyegét a környezetre. Úgyhogy így igen, erről fontosnak tartjuk beszélni, mert hogy tabu Magyarországon mindenképpen. De gyanítom, hogy a más országokban is, hogyha ezt elkezdjük kapargatni, akkor ott is jönnek szembe majd olyan válaszok, meg mondatok, hogy Magyarországon mindenképpen tabu, és hogy rengeteg családot és egyént érint, úgyhogy erről muszáj beszélni, úgy érezzük. Az előadást Herceg Adrián rendezte. Őt jól ismerik a nézők a színpadról, de a TV képernyőjéről is. Azt tudni kell, hogy megcsináltuk a Vízhang filmet először, ami tulajdonképpen a karantén vagy a Covid kényszerített arra, hogy abból film legyen, mert nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez a streameljünk, hogy nem, és akkor mondtam, hogy szerintem ne felé menjünk, hanem mi lenne, ha ebből csinálnak egy kis filmet. És amikor azt leforgattuk, nyilvánvalóan akkor már nagyon sok mindent tudtunk, és az úgy is készült, hogy próbáltunk valamit 3 hétig, és utána azt fölvettük, tehát csináltunk belőle egy dogmát, ilyen vágatlan filmet, ami kicsit ilyen filmszínház-színházfilm, tehát így szoktuk hívni. Úgyhogy nem úgy érkeztünk már ebbe a próba folyamatra, hogy semmit nem tudunk róla, hanem azért voltak ismereteink. Amivel több vagy másabb ez, az, hogy kiegészült egy igen fontos női oldallal, vagy női szemszöggel is, tehát a darab ennyivel több, de az biztos, hogy nagyon szeretek velük dolgozni. Az elkerülhetetlen szakításig jut el a darab. Az előadás nem ér véget a színpadi játék után. A közönség egy szakember közreműködésével beszélgethet a függőségről, az alkoholizmusról. Néhány hete, mondjuk egy 2 hónap jelent meg egy WHO kutatás, amiben Magyarország a teljes felnőtt lakosságra vetítve világelső a kockázatos alkoholfogyasztók, illetve alkoholisták számában. A 15 évnél idősebb férfi lakosság több mint 37%-a magas kockázatú ivója alkoholista. Tehát belegondolunk, hogy szinte minden második férfi. Ez egészen elképesztő, belegondolunk, hogy ez mennyi problémát okoz, milyen következményekkel bír, elképesztő, és egyébként a darabnak kicsit erről is szól a másik része, hiszen Zsolti egy szenvedélybeteg családban felnövő gyermek volt, akiből aztán felnőtt lett, és látjuk azt, hogy hogyan nem találja meg a kapaszkodási pontokat, hogyan küzd a hangulatzavarával, a önmagának az elfogadásával, kezdve az önképtől a testkép, a kapcsolódások, az intim kapcsolatok, a saját gyerekeivel való dolgok. Tehát azt gondolom, hogy ez mind-mind olyan dolog, amiben ha felismerjük, ha valaki ezt a darabot megnézi, és felismeri akár magát, a családját, akkor lépni kell, akkor el kell kezdeni ezzel a dologgal foglalkozni. Általában ezek a dolgok nem gyógyulnak meg spontán. Ezeket valahol elő kell hívni, beszélni kell róla, terápiát kell végigcsinálni, és akkor enyhülhetnek ezek a régi kínok. Bacskó Tünde és Fábián Gábor, vagyis a Pécsi Tandem Színház 2019-ben alakult. Színházi alkotók és a civil társadalom szoros együttműködésére épülő kezdeményezésként azzal a céllal, hogy kulturális és közösségi események révén erősítse a párbeszédet és szolidaritást, ráirányítsa a figyelmet fontos tabu témákra, csökkentve a kisebbségi vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szembeni előítéletet. Ebbe a sorba illeszkedik a Vízhang című darabjuk is.